A be és a have két nagyon gyakori szó az angolban. Lépten nyomon szembe jön velünk, és gyakran találkozni azzal a problémával, hogy nem tudjuk, hogy mit jelent, nem tudjuk, hogy miért van ott, mit jelent pontosan. Ez egyik talán leggyakoribb kérdés a bín. Ugye, a, a bínek a harmadik alakja, hogy Miért van az ott, és mit jelent? Úgyhogy remélem, hogy, hogy akkor a mai órán ezt le tudjuk tisztázni, tudok nektek ötleteket mutatni, illetve egy ö, csoportosított rendszert, hogy miket jelenthet, és hogyan tudjuk őket beazonosítani. A hevről külön nagyon részletesen szó volt a tegnapi órán, tehát aki esetleg később nézi ezt a videót, és nem élőben, megtaláljátok az előző videót. A a, a komment szekcióban be fogom majd ö, de linkelni a, 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 a linket, tehát a videóhoz, így azt meg is tudjátok nézni. A, a bíről pedig egyébként is beszélünk akkor ma. Úgyhogy nézzük is, a végén lesz ö, megint egy teszt, úgyhogy ha gondoljátok, akkor jegyzeteljetek a leginkább a fontos dolgokat, a, amiket nem tudtok, hogy később a tesztben használni tudjátok. Nézzük akkor először a B-t. Mit jelent a B? Alapvetően két nagy csoportot tudunk elkülöníteni. Az egyik csoport a lenni. Ezt azért nagyon fontos ö, érteni, mert azt tapasztalom, hogy ö, a legnagyobb problémát azt jelenti, hogy magyarul sem vagyunk tisztában vele, hogy, ö, hogy mi is ez a létige. A létige a lenni. A főnévi igenév. Tehát ugye ez az, ez az igének az alapformája, hogy lenni. De nem így beszélünk a valóságban, hogy én lenni, te lenni, ő lenni, mert ebből nem derül ki, hogy mikor. Tehát a, a létige az azért fontos, hogy kiderítsük, hogy múlt időben én lenni, vagy jelen időben én lenni, vagy majd jövő időben én lenni valamilyen. Ja, tehát ez, ezt kell ragozni, én vagyok, te vagy, ő van, én voltam, te voltál, ő volt, és így tovább. Tehát nagyon fontos, hogy észrevegyétek, amikor azt akarjátok mondani, például egy, egy, egy magyar mondatot leszeretnétek lesz fordítani, és azt mondjátok, hogy hogyan is kellene mondani azt, hogy hogy ő szép lesz. Ha nem ismeritek fel, hogy a lesz azaz, az a létige, az a lenni igének a jövő, jövőidejű formája, akkor ugye már is ö, gondot fog okozni a dolog, hogy akkor hogyan is kell ezt lefordítani. Tehát az első fontos dolog, hogy akkor ezt ö, megtanuljátok és figyeljetek rá, hogy a b az egyik legfontosabb jelentése az maga a létezés. Azt, hogy a múltban, vagy a jelenben, vagy a jövőben, ugye azt mindig ehhez kell igazítani. Mindjárt megnézzük ezt részletesen is, hogy angolul ez hogy fog kinézni. Aztán a másik nagy csoportja a B-nek, gondoljatok úgy rá, hogy van egy másik B- is, hívjuk őt B2-nek. Ő a segédige. Ez azt jelenti, hogy semmi, de semmi köze nincsen a lenni igéhez. Tehát ami ebben a csoportban van, sohasem fogja azt jelenteni, hogy lenni. Tehát nem fogja azt jelenteni, hogy én vagyok, te vagy, vagy ő volt. Semmi köze nincsen a létigéhez. Ha ilyen mondatokat láttok, hogy I am going, you were sleeping, she will be going, ezekben a, a to be, az am, a were, a be fordít hatatlan. Tehát nem tudjuk lefordítani, mert a segédigének nincsen jelentése. A két volt esetleg a tegnapi órán, ugye a Hevesnél, ott is mondtam, amikor a Hevről beszéltünk, de fogom megint mondani és mutatni, hogy azért felelevenítsük, hogy ugye amikor segédige szerepében van egy, egy ilyen szó, ugye ebben az esetben a bi és a hev, ugye ugye a két leggyakoribb, nincsen jelentés, nem tudjuk lefordítani. Ezek csak azért vannak ott, mert segít, segítik az igét, abban segítenek, hogy felismerjük, hogy mi a szerkezet. Gondoljatok úgy rá, hogy az angol elég kreatív talan volt, hogy, hogy ugyanazt kezdte el használni mindenhova. Tehát, hogyha egyszer a be- azt jelenti, hogy lenni, akkor mi a csodának használta fel mondjuk egy folyamatos jelenidőben, amikor azt jelenti, hogy én most megyek. Azt, hogy én most megyek, az az angolban ugye így van, hogy I am going, de ebben az M nem jelent semmit. Egyszerűen csak a szerkezetet jelzi, hogy az M és az inges alak egy mindig azt fogja jelenteni, hogy én most megyek. Vagy vagy átmenetileg. Ugye ez már más kérdés, hogy mikor használjuk pontosan a, a, a folyamatos jelenidőt, de alapvetően magának az M-nek nincsen jelentése. Tehát akkor összesítve, mire figyeljünk, hogyha bit látunk a mondatban, bármilyen formáját, emizár, weaver, bean, will be, akármi, akkor a, e közül a két opció közül kellene elsősorban választani. Megállapítani, hogy vagy azt jelenti, hogy lenni, vagy ha nem a lenni, akkor bizony itt jön az, hogy mennyit tanultatok, hiszen fel kell ismerni, a szerkezetet. Tehát fel kell ismerni, hogyha egy, meglátok egy vört és egy inges alakot rögtön utána, akkor már is tudjuk, hogy ez minek a képlete? A folyamatos múltnak. Mit jelent a folyamatos múlt? Hogy egy adott pillanatban éppen a múltban ezt csináltam. Tehát nem kezdem el lefordítani a vört, mert nincsen jelentése. Egyszerűen csak annyit fog jelenteni, hogy aludtam. Tehát az igét fordítjuk, a sleepet és tudjuk, hogy folyamatos múlt, tehát ezzel csak azt jelezzük, hogy aludtam egy bizonyos időpontban. Abban az időpontban éppen alvásban voltam. De akárhogyan forgatgatom a magyar fordítást, az, hogy lenni vagy volt, az, az, hát esetleg úgy, hogy alvásban voltam, talán így belekeveredik a volt, de ugye így nem beszélünk. Tehát ezt szerintem ilyet senki nem mondott még sose, hogy alvásban voltam reggel vagy hajnali 5 órakor. Ugye nem azt szoktuk mondani, hogy aludtam. Éppen benne voltam az alvásban. Tehát a legjobb, ö megoldás tényleg az, hogyha nem mennek az igeidők, nem mennek a szerkezetek, akkor erről csodaszép táblázatokat találtok az interneten, vagy, amit én a leginkább tanácsolok, saját magatoknak jegyezzétek ki őket. Legyen meg egy táblázatban, egy listában, hogy a folyamatos jelenhez kell a tubi, a folyamatos múlthoz, ehhez, 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 és ugye ebben nem jelent semmit. Mert ez csak maga az igeidő, az, hogy most jelenben fogom mondani, vagy múltban, és hogy éppen mondjuk folyamatos alakban van. És ezen kívül persze vannak még kifejezések, amikor, amikor esetleg beat használunk a mondatban, mindenféle ö, különösebb magyarázat nélkül. Tehát egyszerűen úgy terjedt el a kifejezés, vagy úgy használják azt a kifejezést. Már is mutatok rájuk példákat, tehát nézzük meg egy picit részletesebben. Tehát ugye ezt már láttátok az előbb, hogy a bi akkor lenni, vagyok, vagy volt, voltunk. Mit jelent ez? Tehát, hogyha angolra fordítjuk, akkor ugye jelen időben a to be, az mindig az am, is, are lesz. Ilyen esetekben ugye mindig azt fogja jelenteni, hogy én vagyok, te vagy, ő van. Valamilyen, vagy valahol. Attól függ, hogy ugye mit akarunk mondani. Múlt időben a to be ugye was, were jövő időben, ugye hát lehet a will be, lehet a going to be, illetve hát ugye a folyamatost is használjuk, tehát az a jelenidős verzióját is néha használjuk jövő időre, ugye ez már más kérdés, tehát ezek már igeidők idei, igeidő kérdése, hogy pontosan mit használunk, de általában ugye jövő időben ez a két leggyakoribb forma, amit használunk. Will be, going to be, ugye ilyenkor csak a be szerepel, hiszen a going to után a to miatt már eleve nem is tehetünk nagyon mást, illetve a will után is az ige első alakja áll, tehát will be. Aztán befejezett igeidőkben, ugye, amikor befejezett jelen, befejezett múlt, befejezett jövő, olyan is van, azt nem értem de hogy, hogy a will be meg a going to mellé, de ugye még sok minden más nem, tehát ugye az igeidő az egy más téma, ha ezt most elkezdeném, sose fejeznénk be. De ugye befejezett igeidőkben akkor binként fog szerepelni, de továbbra is mit jelent? Azt jelenti, hogy lenni, az, hogy ki lenni, meg mikor lenni, az attól függ, hogy ki van a mondatban. Hogy te voltál, vagy én voltam. Ugye a befejezett geidőknél talán annyi trükk van, hogy szituációtól függően néha múlt fordítjuk a bint, és néha pedig jelen időben. Ez attól függ, hogy a magyar nyelvnek hogy kényelmesebb. Ami a lényeg, hogy értsük, hogy mikor használunk befejezet jelen időt például? Ja, ha azt mondom, hogy hogy ö, ö, Kata ép most hívott, épp most hívott, akkor ugye azaz most meg hogy hívott az fogja együtt jelenteni a, a, az angolban a befejezett jelen időt. Ugye, mert nem pont múlt idő, tehát éppenséggel nem most hív, tehát már hívott, de magyarul is oda tesszük, hogy épp most, Ugye tehát akkor mégiscsak egy ilyen összekevert szerkezet, mert ott van a jelen idő, meg ott van a múlt is. Na az ilyen helyzetekben ugye kell a befejezett igeidő. Ebben az esetben ugye azt mondom, hogy épp most hívott. Tehát ugye a maga az igém az múlt van, meg hát ugye itt nem is a tubi igazából, de mondhatnám akkor azt is, hogy I have been to London. Voltam Londonban. Ugye itt is azt mondom, hogy voltam. Tehát I have been ugye ez a lenni igen. és ugye voltam, voltam már az életemben Londonban. Ja, tehát általában multidőnek fordítjuk, de előfordul, hogy jelenidős formájában ö, jobban hangzik magyarul. És akkor ugye a második opció volt a segédige, az ilyeneknél, amikor például folyamatos alakban vagyunk, folyamatos jelenben ugye kell akkor az emizár plusz az inges alak, ha nincsen inges alak, akkor nem fogja azt jelenteni, hogy folyamatos jelenben van a, a mondatunk, és akkor ugye automatikusan úgy fogjuk fordítani, hogy én vagyok, te vagy, ő van. Ugye ez elég hülyén jön neki, hogyha azt mondom, hogy I am go, hogy én vagyok men menés. Én nem vagyok menés, meg én nem vagyok menni. Tehát ugye ennek nincs is értelme. Tehát ilyen nincs is, hogy I am go. Vagy azt mondjátok, hogy I am, én vagyok valamilyen, vagy valahol, vagy azt mondjátok, hogy I am going, hogy Éppen megyek, de ehhez tudni kell a képletet. Ugye, hogy ez a képlete a folyamatos jelennek. És akkor ugyanígy folyamatos múltban was-were plusz az inges alak, folyamatos jövőben például will-be plusz az inges alak, folyamatos befejezett jelenben például kell akkor a been, a harmadik alakja a B-nek, és majd az inges alak. Ugye, tehát a B egy folyamatos ö, igeidőben soha nem maradhat ki. Valamilyen formájában ott kell, hogy legyen. Az, hogy melyik formáját használjuk, az attól függ, hogy melyik igeidőt használjátok. Hogy fordítjuk le őket? Leginkább sehogy. Ezeknek nincsen jelentése ezekben a kifejezésekben, vagy ezekben az igeidőkben. Ezekben nem fordíthatjuk úgy, hogy én, én vagyok, megyek, meg te voltál, aludtál, ő lesz menni. Ilyen nincsen, csak magát az igeidőt fordítjuk, hogy én most megyek, te aludtál, ő fog menni, én voltam. Ugye a we have been, mi voltunk. Tehát a be az a lenni A have megint nem jelent semmit. Itt a be az ige egyébként, ami, ami ugye azt jelenti, hogy, 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 hogy lenni, tehát itt mondjuk, a, itt mondjuk ez fog kelleni, hogy lenni. De, hogyha már utána írjuk, hogy we have been és az inges alak, akkor ugye a been sem jelent már semmit. Akkor ugye megint mi fog jelenteni? A legutolsó, ami az ige, we have been studying. Ugye, hogy mi tanulunk már öt órája. Ez egy folyamatos befejezet jelen. Már elkezdtük öt órával ezelőtt, de még most is tanulunk. We have been studying. Ebben az esetben a have és a been semmit nem jelent. Tehát egyszerűen csak jelzi, hogy ez folyamatos, befejezett jelenidő. Tehát mindig, mindig keressétek a, a, a képletet. Mindig fel kell ismerni a képletet. Illetve ideírtam még pluszba, hiszen itt ez nem egészen. Segédige, attól függ, hogy hogy közelítjük meg, van aki, van, aki így közelíti meg, van, aki úgy közelíti meg. Én ezt most úgy fogom nektek mondani, hogy ideírtam pluszként, ugyanis ugye a szenvedő szerkezetben előjöhet a, a tubi, sőt, nem előjöhet, hanem ez a képlet. Tubi és az igének a harmadik alakja. Tehát eleve a tubivel képezzük. Na most Ugye itt magyarul is működik, mert magyarul is le tudjuk úgy fordítani, hogy a rizs megvan csinálva. Eleve így is kérdeznénk, nem? Hogy megvan csinálva a rizs, vagy el van készítve a házit? Tehát ott van, hogy van. Meg van. El van készítve. Tehát eleve ott van a tubi. Viszont egyfelől meg segédige is, hiszen segíti a szenvedő szerkezetet, ugye, hogy, hogy ezt meg tudjuk ö, alkotni. És ugye hozzá persze a V3. Úgyhogy ö, ez is ide tartozik igazából, hogy meg kell jegyezni a képletét. Ha meglátjátok, hogy van egy tubi, emi, zár, vazvör, akármi, és hozzá valahol utána, valószínűleg közvetlenül, mert ugye az angol nem szedi széjjel a szerkezeteket, ott lesz egy V3, akkor az valószínű, hogy szenvedő szerkezet. Tehát, és akkor nem fogom lefordítani úgy, Eleve, hogy vagy semmit nem jelent, hanem felismerem, hogy ez egy, hogy ez egy szenvedés, tehát <laughs> hát szenvedés sokszor, ugye az angol, ugye mire ezeket megtanuljuk, de hogy ez egy szenvedő szerkezet, tehát nem az alany csinálta a cselekvést, hanem az, aki a mondat elején van, azzal megtörtént. Ő, el, ő csak elszenvedte azt a cselekvést, ami a mondatban van. Ja, tehát ezeket így fejben kell tartani. Mert hogyha ha nem tudjátok a képletét, ahogy tegnap is mondtam, ha nem tudjátok mondjuk a, vagy a középiskolában a pitagorászt tételt akkor ugye a tanárnén is áthúzza a feladatot, mert eleve meg se tudod oldani. Na ez is ilyen, hogy ha nem tudod a képletét, akkor hiába adom én ki a feladatot, hogy old meg folyamatos jelenben. Ha nem tudod a képletét és nem tudod, hogy miért van ott az az emizár, ami ugye ebben az esetben folyamatos jelenben semmit nem jelent, csak azt, hogy épp most történik valami, akkor nem fogod tudni megoldani a feladatot. Tehát ezeket a képleteket meg kell jegyezni. És aztán mondtam még, hogy van egy harmadik opció is, kifejezéseknél. Például hoztam nektek egy ilyet, hogy amikor azt mondjuk, hogy igazam van. Érdekes módon benne van magyarul is, hogy van, tehát ott van, hogy van, Viszont rengetegszer félrefordítódik, amikor magyarból akarjuk elmondani ezt, hogy igazam van, mert ugye sokszor úgy fordítódik, hogy nekem van. Nekem nincsen, tehát nem úgy mondjuk, hogy I have right, nagyon tipikus ö, ö, hiba, hogy azt mondjuk, hogy I have right. Nem I have, hanem I am right, én vagyok, helyes, magyarul. Tehát az angol erről úgy gondolkozik, hogy hogy én helyesen gondolkozok, én helyes vagyok. Nem az arcom helyes, hanem amit mondok, az igaz. Ugye, tehát I am right. Tehát itt emlékezni kell, hogy ne a hevvel well mondjátok, hanem to be-vel well mondjuk, hogy I am. Vagy esetleg ugye másik tipikus dolog, fázok. Ugye, I am cold. Én vagyok hideg. Ugye, tehát ez is arra utal, hogy, hogy hogy nem, ne, tehát nem kell lefordítani igazából ezt, hogy én vagyok, hát le lehet így fordítani, hogy én vagyok hideg, csak ha most én ezt valakinek magyarul így mondom, hogy, hogy hideg vagyok, nem is tudom, hogy esetleg a másik mit fog gondolni. Tehát, hogy mit akarok én ezzel mondani, hideg vagyok. Ugye, ja, tehát nem, mi ezt nem így mondjuk, hanem fázok, tehát, hogyha a magyarból indulunk ki, akkor ezeket meg kell jegyezni, hogy bizony vannak kifejezések, vannak olyan szerkezetek, amikor az angol a tubit használja, hogy kifejezze magát. Na, és akkor mehetünk is tovább a hevre, remélem nem fáradtatok el. Ugye itt, ahogy említettem, az előző videóban már részletesen megbeszéltük ezt a hevet, tehát itt csak nagy vonalakban fogom megint így csoportban elkülöníteni. Ugye az egyes az az volt, amikor arról beszéltünk, hogy birtokolni valamit. Nekem van, neked volt, neki lesz valami, amikor van valamid. Jó tanács, hogyha elfelejtkeztek arról, hogy nekem van, neked volt, tehát erről a szerkezetről, és helyette azt használjátok, hogy én birtokolok, te birtokolsz, akkor mindig sokkal hamarabb fel fogjátok ismerni, hogy a hevet kell használnotok. A második opció szintén ugyanúgy, ahogy a tubinél volt, segédige. Tehát vannak olyan igeidők, vannak olyan szerkezetek, amikor nincsen jelentése a hevnek, nem azt fogja jelenteni, hogy birtokolni, hanem egyszerűen csak a képletnek a része azért, hogy jelezze, hogy ez mondjuk nem egy múltidő, ez nem egy akármi, nem amaz, hanem ez egy befejezett jelen idő. Ugye itt az I have been there, én voltam ott, itt csak a voltamot fordítom, a to a lenni igét, a hevet nem fordítom, mert nincsen jelentése. És ugye itt mondtam azt, hogyha ez még tovább folytatódna, hogy a bin után még lenne egy ige, ugye itt mondtam az előbb, hogy itt a studyingot, hogy I have been studying, akkor már a bin sem fordítom, mert ebben az esetben, amikor be van és inges alak, akkor már a be is elveszti a jelentését. Tehát akkor már csak a studinak lesz értelme, és hogy milyen igeidőbe fogom fordítani, hogy tanultam, tanulok, tanulni fogok, azt ugye onnan fogom tudni, hogy az I have been studying az egy folyamatos befejezett jelenidő. Tehát tudom, hogy úgy kell lefordítani, hogy már egy ideje tanulok. Ha nincs ott, hogy mióta, akkor ez a legjobb megoldás magyarul, hogy már egy ideje tanulok. Vagy you will have your haircut, ugye ez egy műveltető szerkezet, erről is beszéltünk a tegnapi nap folyamán, ha valaki nem látta. Még egyszer mondom, hogy a kommentbe, nem a kommentbe, hanem itt a videó alatti leírásban betettem, és akkor ott meg tudjátok nézni. Tehát itt is a have megint csak nem jelent különösebben semmit, mert mi úgy mondjuk magyarul, hogy le fogom vágattatni a hajamat. Nem én fogom levágni, hanem, meg, hanem levágattatom a hajamat ugye, vagy az vagy a, a, elbeszélő múltba, a dupla múltba, ugye he had ride, ő megérkezett, és ugye hiányos a mondatunk, mert ugye kellene, hogy mielőtt érkezett meg. Tehát kellene is sima múltidő is a mondatba, de ilyen esetekben is ugye a hevnek a hedes formáját használjuk, és megint mire jó? Egyszerűen csak arra jó, hogy tudjam, hogy nem csak úgy kell értenem ezt a mondatot, hogy ő megérkezett, hanem ha oda mondom, hogy head, akkor az már azt fejezi ki, hogy ő nem csak hogy megérkezett, hanem ő valami előtt érkezett meg. Például ő megérkezett, mielőtt én hazaértem. Ugye hazaértem, az is multidő, meg az is, hogy ő hazaérkezett, de az angol ezzel a headdel tudja jelezni, hogy ő hamarabb érkezett haza, mint én. Anélkül, hogy bármivel, bármilyen más szóval írnánk. Tehát megint nem fordítom le a headet, mert nem tudom lefordítani. Nekünk magyarul csak sima multidő lesz. Ő megérkezett, mielőtt én megérkeztem. Mind a kettő megérkeztem, megérkezett. Ugyanaz, csak ragoztam, hogy én vagy ő. Tehát ilyen esetekben akkor a hevet sem fordítjuk. És itt is kifejezések is vannak, tehát ezt nem tudjuk megúszni igazából sehol sem. Itt pedig ugye, akkor nézzük egy picit résztesen, mielőtt tovább megyünk, ha bár ugye itt a hevet csak tényleg nagyon röviden foglaltam össze, ugye jelen időben akkor magát az, hogy én birtokolok, ugye az lesz majd a have, vagy esetleg a has, ugye, tehát nem írtam ki minden opciót, ugye például I have a dog, vagy she has a dog, vagy múlt időben had, I had a dog, nekem volt egy kutyám, birtokoltam egy kutyát, jövő időben will have például, I will have a dog, lesz egy kutyám, Ö, itt meg is állunk egy pillanatra, ugye magyarul azt mondom, hogy lesz, itt már is azonnal fontos, hogy el tudjuk dönteni, hogy akkor ez most to be, lenni egy kutyám, vagy birtokolni fogok egy kutyát. Ezért mondtam, hogy ha hevet inkább úgy kezditek el fordítani, hogy birtokolni, akkor soha nem fogtok ö, rosszul mondani mondatot, például az ilyennel, hogy I will be a dog. Ez nagyon vicces, de ha tudnátok, hogy ez hányszor előfordul, hogy lesz egy kutyám, és akkor a sikerül megállapítani, hogy kinek nekem, szuper, akkor én. Mikor jövő will? Lesz. Á, oké, okay, lesz, semmi gond, az a to be. I will be. Na igen, de az azt jelenti, hogy én leszek egy kutya, amitre szoktam mondani, hogy én nem kételkedek ebben a mai világban, már, már bármi lehet, itt már minden lehet, kutyák is lehetünk, meg akármik. De nem ezt akarod mondani, több, mint valószínű. Tehát ne úgy fordítsd, hogy lesz, hanem ha azt akarod mondani, hogy, hogy birtokolni fogod, akkor fejben nyugodtan használd ezt, hogy birtokolni fogok egy kutyát. Nekem lesz egy kutyám. Befejezett jelenbe pedig ugye ezek szoktak még, még gondot okozni, amikor ugye ö, rácsodálkozzunk többször is, hogy miért van megint két hev egymás után. Ugye megint Képlet. Képlet. Tudni kell, hogy a befejezett jelennek have a képlete, mindig have, és ugye, ha maga az igéd is have, maga a birtokolni ige is have, ugye, hogy volt már kutyám, tehát birtokoltam már kutyát az életemben, de még mindig élek, tehát még lehet kutyám, ezért használom a befejezett jelen időt. Tehát akkor kell egy have, I have, ami nem jelent semmit, csak jelzi, hogy befejezett jelen, és a head harmadik alakba kell, mert hogy ez a képlete a befejezett jelennek. Have plusz harmadik alak. És ugye hát az a head a, a, a harmadik alakja, és így születik meg ez a have-head. De ehhez ugye megint mondom, tudni kell, hogy mi az a befejezett jelen, miért használom, hogyan tudom majd ezt lefordítani. És ami nagyon fontos, ugye, hogy a birtokolni ö, igét ilyen jelentésében, tehát ebben a jelentésében, hogy birtokolok valamit, nem használjuk inges alakkal. Tehát nem mondunk olyat, hogy I am having. Nincsen ilyen, hogy én most birtokolok valamit, vagy birtokolom, vagy nem. Tehát ilyen nincsen, hogy éppen most. A második opció volt akkor szintén a segédige, amikor nem fordítjuk le, tehát ugye a hev előjöhet e, igeidőkben, szerkezetekben szintén, amikor különösebben nem adunk neki jelentést. Tehát ugye I have been there, voltam már ott, tehát megint csak a voltot fordítom, a hevet nem. You will have your hair cut, le fogod vágattatni a hajadat, nem birtokolni fogod, ha bár szoktam mondani, hogy egyébként ezzel működik, tehát ezzel lehet úgy mondani, hogy fogok birtokolni egy hajvágást. Tehát ugye nem én, nem én vágom le, tehát éppenséggel még akár el is menne, de nem így mondjuk, tehát úgy mondjuk, hogy le fogom vágattatni vagy he had a ride, ugye erről már beszéltem az előbb, hogy én hamarabb érkeztem meg. És akkor ugye ide is kiírtam nektek, hogy befejezett jelen időben használjuk esetleg a have a hezet, ugye műveltető szerkezetben have, hez vagy had is előjöhet, befejezett múltban a hedes formáját kell használni, op, és már nem is volt itt több, ö, tehát ezek itt semmit nem jelentenek, ehhez, hogy lefordítsuk, azt kell tudni, hogy mi áll utána. És azon, kívül, és azon kívül persze, hogy mi áll utána, érteni kell, hogy az micsoda, tehát ige jön utána, oké, okay. milyen időben vagyunk, milyen szerkezet. És azért, mert ráismerek a szerkezetre, az igeidőre, onnan tudom, hogy hogyan fordítsam le, hogy mit, mit is akar mondani pontosan. De nem lesz jelentése a hevnek ebben a, ebben a formájában. Tehát itt nem fogom lefordítani úgy, hogy birtokoltam. És akkor a harmadik opció, ugye a kifejezések szintén, például I have a shower, és itt már viszont mondhatod inges alakban, mert itt már nem azt jelenti, hogy birtokolok, tehát itt már nem a birtokról van szó, hogy éppen most birtokolok egy zuhanyt, ne, nem éppen birtokolok, hanem zuhanyzok. Tehát itt a have a shower egyszerűen csak annyit jelent, hogy zuhanyzok, és itt már nem birtok, nem birtokolom azt a zuhanyt, hanem zuhanyzók, és itt lehet, hogy éppen most, és ugye múlt időben is, akár she had a shower, és így tovább. Tehát ugye itt, amikor kifejezésben van, akkor rendes igeként kezeljük. Ugyanígy have breakfast, reggelizek. Nem azt jelenti, hogy birtokolok egy reggelit, tehát itt is mondhatod azt, hogy he is having breakfast, mert itt nem a birtokról van szó. Ez a have, ez egy, különö, ez egy, ez egy különböző have, ez nem, ez nem a birtok. Itt azt helyettesíti, hogy eating. Hát az eatinget meg hogy ne lehetne inges alakban mondani, hogy I am eating. Ez ugyanaz, csak a, csak a hevvel kezd, kezdték el az angolok jobban használni, a hevvel terjedt el ez a kifejezés. Megint miért? Azt nem tudom, hogy miért, de így, így, így van. Ezt használják általában étkezésekkel. Have breakfast, have lunch, have dinner, és így tovább. Tehát akkor itt már használhatunk inges alakot. És akkor ö, ide szintén csak emlékeztetőnek hoztam, hogy ö, figyeljetek rá, hogy a hev és a hevgát ugyanaz, ugye? Tehát birtokolni, itt a birtokolni értelemről van szó, azt nem írtam ide, de írjátok le, hogy a birtoklás, tehát az egyes pontot, ami az egyes pontban volt ö, az előző szlájdokon, hogy hev és a hevgát az ugyanaz, de figyeljetek rá, hogy a hev az minden jó, viszont segédigékkel tagadjuk, segédigékkel kérdezünk. Tehát, ha jelen idő, akkor don't, vagy doesn't, ha múlt idő, akkor didönt, és így tovább, mint egy rendes igét. Viszont a hevgátot csak jelen időben használjuk, általában, és itt már a hev a tagadó segédige. Tehát itt már a hev segédkezik a tagadásban és a kérdésben, ezért mondhatjuk azt, hogy I haven't got a cat. Tehát nincsen macskám, viszont a haven't nem működik a gát nélkül. Okay? Tehát ez a have got, ez egy, ez egy teljesen különböző pont, akár felírhatjátok négyes pontnak is, ugye volt az egyes, a kettes, a hármas a kifejezések, és négyes pontba akár felírhatjátok, hogy have got, és akkor ezt jegyezzétek meg hozzá, hogy akkor jelen időben használjuk, és, és a have dolgozunk, tehát a have-vel kérdezünk, a have tagadunk. Na, ennyit kell akkor tudni a és a és a hevről. Remélem, hogy akkor ezt most már így ö, átlátjátok, hogy pontosan mire van. Tehát összességében ugye mind a, mind a kettőhöz három nagy csoportot tudunk mondani, amikor eleve, az, eleve a, az, az eredeti jelentését jelenti, a tubi az, hogy lenni, a hev meg az, hogy birtokolni, de ezen, ezen kívül mind a kettőnek van egy másodlagos használata. Nem jelentése, mert nem tudjuk lefordítani. Használata van, amikor a bit segédigeként használjuk igeidőkkel vagy szerkezetekkel, és a hevet szintén igeidőkkel vagy szerkezetekkel, ebben az esetben nem fordítjuk őket, hanem úgy fordítjuk, amilyen igeidőre utal, vagy amilyen szerkezetre utal. Az, hogy meg az pontosan hogy történik, az onnan van, hogy megtanuljátok, hogy azt az adott szerkezetet, hogy kell, nem is az, hogy hogy kell lefordítani, hanem mit jelent, mire utal. Mire utal a folyamatos jelen, mire utal a befejezett jelen, mire utal a szenvedő szerkezet, és így tovább. Na, ha gondoljátok, hogy készen álltok, akkor nézzük ezt a kvízt, a és hát nagyon izgulok értetek, remélem, hogy akkor érthető, és jól tudtok válaszolni. Nézzük az egyest! Your child grown a lot. Ugye a grown, ez a harmadik alakja a, a grónak, és ugye azt jelenti, hogy nőni. Ugye itt a te gyerekedről van szó, your child, tehát, mit akar ez a mondat pontosan mondani? A te gyereked sokat nőtt. A kérdés az, hogy akkor most van nőve, vagy? Hát ugye, a, a hez az ugye így nehéz lefordítani. Amivel már is segítettem hogy akkor a helyes válasz a has lesz. Tehát your child has grown. Ilyen, hogy is grown, ilyen, ilyen ö, nincsen. Szenvedő szerkezetben esetleg ö, lehetne, hogy ő van nőve, de de nem mondunk ilyet, hogy ő van nőve sokat. Tehát ez, ezt az angol nem így, nem így, használja, hogy ő van. Uh, she is grown. Tehát ez abszolút nem. Tehát a szerkezet igen, az működhetne, hogy Tubi és az ige harmadik alakja, de, de ilyen értelemben nem használjuk. Tehát ez, ez így nem, sehogy nem jó, hanem ez egy befejezett jelenidő, hogy a te gyerkőcöd sokat nőtt. És ugye has grown, mert ugye mert ugye látom az eredményét, tehát látom, hogy magas, akkor nem azt fogom mondani, hogy tegnap jó sokat nőtt, hanem, hanem az, hogy, hogy tehát látom, hogy, hogy, milyen magas, hogy jó sokat nőtt már az elmúlt időben, és még valószínűleg amúgy is nőni fog. Nézzük a kettest. Your English improved. Az improve ugye az a fejlődni, tehát ugye a te angolod fejlődött. Igazából ugye ezt így mondanám melyik lesz akkor a jó, your English is improved, vagy has improved. Hát ugye a jó válasz itt is a has, tehát ez is egy befejezett jelenidő. Mert megint csak nem azt mondom, hogy a te angolod van fejlődve. Ez, ez ugye nem igazán működik. Tehát szenvedőnek épenséggel, megint a szerkezet miatt me elmehetne, mert ugye van egy tubi, meg van egy harmadik alak. Csak ugye amikor elkezdem lefordítani, akkor nem sok értelme van így. Tehát nyilván has improved, tehát hogy a te angolod fejlődött. Nézzük a hármast. taxi increased by 20% by the new government. Tehát ugye a taxis azok nem a taxik, hanem az adó. Az adók. Az adók meglettek emelve, ugye 20%-kal a, a kormány által. Government az a kormány, kormány által. Ugye itt is látjátok, hogy a mondatban van egy increased, tehát van egy edés szerkezet, vagy egy alak, ami, ami lehet multidő, vagy harmadik alak. Attól függ, hogy mit akarok mondani. De mit is akarok mondani? Hogy az adók meg lettek emelve. Tehát nem, nem ők csináltak valamit, hanem az adókkal megtörtént az, hogy meg lettek emelve a kormány által. Tehát, hogyha megemelték őket, akkor nem ők csinálták, hanem ők csak el elszenvedték. Tehát were, they were increased. Ugye itt a tubi nek a múltidejű formáját fogjuk használni, mert leginkább azért, mert nincsen más. Tehát a, 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 ugye a tubi az igazából lehetne jövőidőben is, ha írtam volna jövő időt, vagy, vagy bármit, de ugye itt most csak a were volt, tehát meg voltak emelve, mondjuk tavaly. De az, hogy have increased, ez a, a, tehát az adók azok nem igazán, nem ők csinálták, nem, nem ők emelték meg, hanem ők meg lettek emelve. Tehát ugye ez egy, ez egy szenvedő szerkezetük, csak elszenvedték az eseményt. Nézzük a négyest. Itt kettőt is el kell döntenetek. You, right, and I, wrong. Tehát nekem igazam van, és te meg tévedsz. Mind a kettő igazából ugye egy kifejezés. Ugye az előbb a, a, a Right-osat azt, azt magyaráztam, hogy az, hogy az mi lesz, de igazából annak a logikája alapján ki tudjátok találni a másodikat is, hogy az, hogy van, hogy, hogy, hogy én tévedek, tehát, hogy nekem nincsen igazam, nem jól gondolom. Tehát akkor, you have right, neked van igazad. Te birtokolsz igazat? Mm -mm. You are right. Ugye mondtam, hogy ez itt nem a birtoklás, nem azt mondja, hogy te birtokolsz valamit, hanem te vagy helyes. Tehát, hogy mi, ahogy gondolkozsz, vagy amit mondasz, az helyes. Ugye, az jól van úgy. Tehát, you are right and I am wrong. Nézzük az ötöst. I cold was the temperature in here? megint csak egy, úgymond egy kifejezés, hogy volt ez, hogy fázok. Melyiknél mondtam azt? A hevnél vagy az M-nél, a to nél mondtam, hogy ezt a kifejezést, hogy fázok, ezt hogyan mondja? Nekem van hidegem, vagy én vagyok hideg? Ugye, hogyha szó szerint fordítjuk, akkor melyik lesz ez, hogy fázok? Így van. Tehát am, I am cold. Number six. She a cat. She have a cat, vagy she has got a cat. Kell ide nekünk a gát? Vagy csak elég az, hogy have? Azért ne hagyjátok, hogy rosszakat sugaljak, inkább csak. Mozgatom a gondolataitokat, de ne hagyjátok, hogy, hogy rossz fele vigyelek benneteket. Tehát ugye akkor a helyes válasz a hezgát. Ugye azt mondtam, hogy a hev és a hevgát ugyanaz. Tehát mindegy, hogy melyiket használjátok. És itt lehetne a have is, hogyha ez formában lenne. Tehát has-öket. Az úgy tökéletes. Viszont a gatos forma csak így együtt működik, she has got. Number seven. You have a computer. Ugye ez, egy kérdés, azt akarja mondani, hogy van-e neked számítógéped. Na, mit gondoltok, hogy fogjuk ezt kérdezni? Have got-tal, tehát, tehát ugye van egy gátunk és egy hevünk, amit akkor ugye esetleg így mondanánk, hogy got you have, tehát a have got, vagy do. Do you have? Gondolom, hogy sokan érzésből is ö, sejtik, hogy melyik lehet, hiszen maga a hangzás is segít. Valóban a do you have a computer lesz a helyes válasz a gát miért nem jó? Azért nem jó, mert azt mondtam, hogy ha hevgátos szerkezetet használunk, akkor a hevvel dolgozunk, a hevvel kérdezünk, és a hevvel tagadunk. Tehát nem a gátot hozzuk előre, hanem a hevet hoznánk előre. Have you got a computer? És úgy viszont már tökéletes lenne. A két csak nem a gáttal, hanem a hevvel. Tehát have you got a computer? Number eight. He Been gone back to the hotel, vagy he has gone back to the hotel. Ugye, tehát arról van szó, hogy ő visszament a hotelbe. A kérdés az, azt el is árulom igazából, mert nem csak félig segítség, ugye, hogy a gone az az igény. Tehát így is fordítottam, hogy ő visszament. Go back, visszamenni. Tehát akkor már ez mutatja, hogy a bén és a hez, az itt segédige. Tehát itt jön az egyik probléma, hogy nem tudom lefordítani. A magyar fordítás nem fog segíteni. Itt azt kell tudnom, hogy mi a szerkezet. Milyen igeidőben beszélek? Mi hiányzik onnan? Mi a másik fele a gánnak? vagy mi lehet a másik fele a gánnak? Van-e olyan szerkezet, amiben azt mondjuk, hogy he been gán? Van-e olyan szerkezet, amiben azt mondom, hogy he has gán? És a helyes válasz a has, igen. Tehát a befejezett jelenidő, have, és az ige harmadik alakja. Ezt már olyan sokszor elmondtam, hogy remélem már csak ez alapján ö, sikerült azért így megjegyezni. He, ö, have és az ige harmadik alakja. Ilyen, hogy been és gán, csak így magában, hogy bín és gán, ilyen nincsen. Ez így nem jelent semmit. Tehát vagy azt kellene mondani, hogy he has been, vagy esetleg he has been going, ugye, vagy, tehát, vagy a be maga a létige, hogy ő volt valahol, he has been, és akkor a been fordítom, vagy a been is beteszem segédigeként, és folyamatos alakba teszem a gót, he has been going, tehát ő már öt éve folyamatosan megy valahova vagy valami ilyesmi, ugye? Tehát he has been going, és akkor a been megint nem jelent semmit az inges alak miatt, ott a go fogjuk megint fordítani. Number nine. She was seen shoplifting, vagy she hasn't seen shoplifting. Um, megint egy icipicit segítek. Uh, mind a kettő jó, itt viszont azt kellene eldönteni, hogy mit jelent. Tehát most direkt egy ilyet hoztam nektek, hogy mind a kettő jó lehetne, tehát mind a kettőnek úgy, ahogy van, van értelme, legalábbis főleg nyelvtanilag helyes, de értelmileg nem. Értelmileg nem helyes mind a kettő. Mutatom, akkor a helyes válasz a was lesz. She was seen, hiszen ez egy szenvedő szerkezet volt, hogy ő volt látva, tehát magyarul őt látták, hogy lopott. Shoplifting. Ugye ez egy tipikus ö, szerkezet, amikor, ö, amikor azt, amikor el akarjuk mondani valakiről vagy valamiről, hogy hogyan volt ő, tehát egy egyfajta leírást adunk róla, tehát ő, ő látva volt, miközben ő lopott, shoplifting, lopva. Ugye, hát valaki, valaki meglátta, és akkor ugye ő volt látva, síva szín, shoplifting. And the last one, number 10. Have you come alone, vagy are you come alone? Ja, a kérdés az arra utalna, hogy egyedül Ugye hát a come az jönni, az öla, meg az egyedül, csak a kérdés az, hogy most egyedül jössz, vagy esetleg egyedül. Hát ugye az a kérdés, hogy a hevvel hogy tudnánk lefordítani, milyen igeidőben lenne az, hogy have you come, vagy inkább csak maradjunk úgy, hogy árjukám, egyedül jössz-e. És a helyes válasz, number one. Have you come alone? Have you come? Az a come, az egy harmadik alak. Ugye a come-nak az alakjai azok úgy vannak, hogy come, came, és come. Megint come. Come, came, come. És ugye miért nem jó akkor az ár? Hát azért nem, mert ár meg kam nincs együtt. Mit mondtam, hogy az ár mit jelenthet? Az a tubi Vagy azt jelenti, hogy vagy, te vagy, hogy az most te vagy jönni egyedül, egyértelmű, hogy nem egyértelmű, hogy nem jelent semmit, ugye? Tehát akkor ilyen nincsen, hogy árjukám. Másfelől, ha azt mondom, hogy te most jössz, vagy esetleg jövő idő utalásra, hogy tuti biztos, hogy egyedül jössz, akkor pedig mi hiányzik belőle? Az hiányzik belőle, hogy a tubi az itt egy segédige, és mint segédige nem fordítjuk, de ilyen esetben az ige inges alakban kellene, hogy legyen. Are you coming? És úgy már jó. Are you coming alone? Egyedül fogsz jönni? Vagy éppen, ha a telefonba beszél valaki, és akkor megkérdezi a telefonon, hogy de egyedül vagy, egyedül jössz szépen vagy ott van veled valaki. De akkor kell az inges alak. Hát remélem, hogy, hogy segített ez a kis összefoglaló. Remélem, hogy így jobban átlátjátok tényleg ezeket a szerkezeteket és, és jelentéseket. Gyakorolni kell nyilván sokat. Érdemes ezekor ezeket így kiegyzetelni egy füzetbe, hogy amikor odaérkeztek egy mondathoz, hogy nem tudjátok, hogy mit jelent, ott az adott esetben a B vagy a hev, akkor tudjatok mihez nyúlni. Tehát írjátok ki, és legyen ott veletek, hogy oké, okay, azt mondta Bea, hogy akkor a B az lehet a lenni, vagy segédige. Na, akkor kezdjük el kiszűrni, hogy mi lehet. Azt, van értelme az, hogy vagyok, megyek? Hát nem sok. Akkor valószínűleg egy segédige. Mit mondott Bea? Segédige mit jelent? Semmit. Segédigeként nem fordítjuk. Segédigeként az igét fordítjuk, azt, hogy megyek. Nem azt, hogy, nem azt, hogy én vagyok, megyek most hanem megyek, ott az, ott az, hogy I am going, az M nem jelent semmit. Tehát ezeket írjátok ki, hogy később fel tudjátok ismerni, mert ö, nehéz emlékezni azért csak így csettintésre rá, hogy én elmondtam, és akkor most már ez megy. Könnyebbnek könnyebb lesz, de ha elfelejtitek, akkor, akkor ugye megint nem lesz mihez nyúlni, és nehezebb lesz visszakeresni a videót is. Well, everyone, uh, practice, practice, practice. Úgyhogy sok-sok gyakorlás, és folytatjuk a videóval hamarosan a holnapi nap. Bye-bye! See you tomorrow!